Sok mindent gondolhatunk az oltásról, sok mindent gondolhatunk a járványkezelésről, de az is objektív tény, hogy annak, hogy az állami szféra ágazataiban kötelezővé teszik az oltást, annak következményei lesznek. Egy olyan ágazatban, ahol már így is rendkívüli a létszámhiány, nevezetesen a rendvédelemben, beláthatatlan következményei lesznek annak, hogy újabb tűzoltókat veszítünk el, újabb rendőröket veszítünk el, újabb bévéseket veszítünk el, azért, mert csak oltottak dolgozhatnak ott. De az oktatás is egy ilyen ágazat. Hát rengeteg iskolában már most óriási problémát jelent, hogy szakos tanárok tanítsák a különböző tantárgyakat. Azok után, hogyha több ezer pedagógus ott fogja hagyni január 1-től ezt az ágazatot, vagyis az állami iskolákat, sok helyen maga a feladat ellátás fog veszélybe kerülni. Hát gondolják már végig, kérem, tisztelt képviselőtársaim, ha egy iskolából csak kettő pedagógus távozik, az nagyjából heti 50 tanóra. Az ki fogja megtartani? Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek január 1-én eltűnik a tanítónénie? Mi lesz azokkal az érettségére készülő osztályokkal, akiknek január 1-én mondjuk eltűnik az angoltanárja? Mi lesz azokkal a fogyatékos gyerekekkel, akikkel olyan gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoznak, akikkel rendkívül erős érzelmi szál köti őket össze? Ezek az emberek nem végezhetik tovább a munkájukat csak azért, mert nem szeretnék beoltatni magukat. Ez igazságtalan. És függetlenül attól, hogy mit gondolnak az oltásról, vagy mit gondolnak a járványkezelésről, az oktatás több helyen veszélybe fog kerülni. Nem csak, hogy szakos pedagógus nem lesz, egyszerűen nem lesz pedagógus, aki bemenjen az órákra és megtartsa az órákat. Ezért is szükséges, hogy visszavonják ezt az oltásra kötelezést, és végig gondolják, hogy inkább ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése lenne a kormánynak a feladata. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ellenzi az oltások kötelezővé tételét, semmilyen lezárást nem tudunk támogatni, és tiltakozunk a gyerekek oltása ellen is. Köszönöm a figyelmet!